Mocsnek Lőrinc, becenevén Lenci bácsi, budakeszi harmonikása. 1929. január 5-én született Budakeszin. Apai ágon a jónevű és nagymúltú Mocsnek család leszármazottjaként. Az első Mocsnek ős 1730 körül érkezett Budakeszire. Az akkori itteni svábok többségével ellentétben nem bajor, illetve svábföldről, hanem Karintiából. A család neve azóta folyamatosan jelen van budakeszi életében. Lenci bácsi immár a 8. itt élő generáció tagja. Anyai ágon osztrák felmenőkkel büszkélkedhet. Részben ez is magyarázza a bécsi zene iránti rajongását. Nagyszülei Vlasics Róbert és Friedl Emma Bécsből származtak. Az ő lányuk Erzsébet ment feleségül Mocsnek Lőrinc, budakeszi szígyártó és kárpitos mesterhez, született 3 gyermekük, Lőrinc, majd később Emma és János. A Mocsnek család ősi házába laktak. A Mocsnek család ősi házába, ami merre is volt? Budakeszi volt az Erdő utcában, ott volt a nagyanyámnak a háza, amit a nagyanyám ott a 3 gyerekének 3 lakást csinált benne, és az egyik lakás, ami ilyenké volt, az utolsó, és 3 elő volt 2 lakás, azok már nem voltak, mert elmenekültek az oroszok elő a legfiatalabb apám testvére, öccse, az német katona lett szintén, és az Németországba került. Ott várta meg a feleségét, akik itt laktak a házba, azok az oroszok elől már kimentek, kimenekültek oda, ott találkoztak. 1944 karácsonyán jöttek be az oroszok Budakeszire. Az első dolguk az volt, hogy a budakeszi templom toronyba belelőtek. Abból a célból, mert féltek, hogy esetleg ott egy tankelhárító ágyú van, ezért belelőtek. Ennyi volt az egész. Ez volt karácsony szentestén. És hát akkor ugye sok minden probléma volt, jöttek minden házba be, mindenhol németeket kerestek. És hát apám az katona volt, német katona volt apám, de nem SS katona, hanem ilyen besorozott, mivel hát sváb származása volt, de ő nem van frontszolgálatos katona, hanem itt Budagyöngyén volt egy német katonai garázs, és ott dolgozott, mint autókárpitos, és az autóknak a ponyváját javította meg ilyeneket. Na mindegy, de egyenruhában kellett, hogy legyen, ezért karácsony, szenteste, ugye egyenruhában szaladt hazafelé, valahol elől fröccsöztek a vendéglőbe, szaladt, hogy itt vannak az oroszok, és már a kapuba kezdett vetkőzni, és ledobta ezt a német katonai ruhát, és be a kályhába mindent eltüzelt, ott egy pisztoly, az be a kályhának a tisztító nyílásába, a sparhel tisztító, volt ilyen kis ajtó, vasajtó, oda bedugt egy rongyba becsavarva. Jött az orosz be, azt mondta, Nyemce, Nyemce! Tudod, úgy hívták a németeket, Nyemce. Hát, Nyemce nincs, körülnézett, kiment. Később alig, hogy kiment, ugye fűtve volt, ugye téli idő volt, valami sziklát kaphatott az arongy, és meggyulladt. Alig, hogy kiment az orosz, ez egy hatalmas dörrenés. Sehol semmi, az orosz nem hallotta. Alig elmúlt egy 5 perc, jött a másik orosz, megint Nyemce. Sehol kiment, megint nagy durranás. Az orosz azt se hallotta. Akkor az apám megelégelte, kirántotta a rongyal együtt a pisztolyt a lukból, és bedobta a kútba akkor. De ha lehet, hogy akkor meghallották volna az orosz, akkor nagy baj lett volna belőle. De így aztán nem volt különösebb baj. Thank you.
Lenci bácsiék családja hogy élte meg budakeszi németajkú lakosságának kitelepítését 1946-ban? Hát az az igazság, hogy egy gyerek voltam, és itt hátul laktunk az Erdő utcába, és az egész kitelepítési ceremónia az a fő utcán zajlott ott a központba. És hát sajnos az volt, hogy jártak házról házra, és felszólították a népet, hogy pakoljanak össze, jön a teherautó, és föl kell szállni a teherautónak, és levitték őket Budaörsre. Ott vártam már őket a vagon. Ilyen tehervagonokba rakták őket, és úgy vitték ki Németországba. Nagyajámat vitték ki. Apámnak a két testvére, egyik testvére, kettő kint volt már, a harmadikat kitelepítették, aki még itt volt, és hát sajnos ez így történt, az nagyám sít, hogy nagy izék voltak, cirkuszok voltak, ugye mindenki rokogott, elbúcsúztak. Hát nagyon nehezen fogtam föl nagyon, és hát meg voltak teljesen zavarodva. Ugye mert itt voltak az oroszok még. És hát nagyon nem lehetett, hogy is mondjam, beszélni, meg szidalmazni őket, mert akkor rögtön elvitték az illetőket. Szóval vigyázni kellett, és hát hallgatni kellett. Hát persze nem mindenki hallgatott. Hát volt, akit nem akart menni, erőszakkal elvitték. Fejre húztak egy vödröt, és addig ütötték, még nem egyezett bele, hogy megy. Ez volt, és akkor hát sokakat így elvittek, keveset láttam belőlük, mert nem engedtek engem arra kifelé, ugye vigyáztak, nehogy oda menjek, nehogy engem is elvigyenek. Persze mi is mehettünk volna a szüleimmel, csak hát akkor az volt a törvény, hogy vegyes házasoknak nem kell menni, de mehetnek, ha akarnak. Úgy is volt, hogy megyünk. Már össze volt pakolva minden, azt jött haza az anyám valamelyik szomszéd asszonytól, azt mondta, nem megyünk sehova. Mondom, miért? Mert Németországban minden össze van lőve, romokban van minden, éhínség van, itt maradunk. És így itt maradtunk. Én nagyon kötöttem ide, mert itt jártam Csurgón polgáriba. És hát magyar volt az anyanyelvem, és hát engem úgy neveltek abba a polgáriskolába, hogy minden nap, mikor kezdődött a tanítás, akkor föl kellett állni és elszavalni a hiszeg egyet. Hiszeg egy Istenben, Magyarország feltámadásában, és így tovább. Ez minden nap így volt, és belénk nevelték ezt. És Levente voltam akkor. Ott Csurgón a Levente zenekarba is játszottam. Én fúvó zenekarba. Aztán ugye elvégeztem a negyediket, ez 44-ben. Csak hazajöttem ide Budakeszire, közben bejöttek az oroszok. Teljesen ez le voltak, hogy is mondjam, nyomva. El voltak nyomva ezek, akik még itt maradtak. Mert sokan maradtak itt, azok maradhattak itt Magyarországon, illetve Budakeszin, akik volt a 41-es népszámlálás, aki német nyelvűnek és német nemzetiségűnek vallotta magát, azt kitelepítették. Aki csak azt mondta, hogy ő német anyanyelvű, de magyar, azt nem telepítették ki. Hát nagyapám ugye Mocsnek János volt, a felesége, a nagyanyám, Csod Borbála volt a neve. A nagyapám 44-ben meghalt, és őt nem tudták már kitelepíteni ez miatt, de a nagyanyámat kitelepítették,
Mert ő annak idején úgy vallott biztos, hogy német. Németnek vallotta magát, ezért kitelepítették. A házát, ami itt az Erdő utcában volt, amiben mi is laktunk, azt elvették, mert aki kitelepült, annak a házát elvették, minden vagyonát. A hátsó, a Széchenyi utcában volt, a nagyapámnak volt a háza, tehát két ház volt, na az megmaradt azért, mert a nagyapám meghalt, ugye, és így nem tudták ez miatt elvenni, mert ő nem települt ki ezért. Tehát maradt. A gyerekekre szállt ez a lakás, ez a ház ott a Széchenyi utcában, és oda át kellett költöznünk, mert ezt a Erdő utcai házat elvették is, ki kellett onnan költözni. A kitelepült svábokat nem nézték jó szemmel valahogyan. Tehát olyan menekülteknek vették, és olyan, hát olyan kelletlenül fogadták őket. Aztán leveleztünk sokat aztán. Később ugye én nekem be kellett vonulni katonának. Még akkor élt a nagymama, akkor, mikor katona voltam, és küldött is nekem egyszer egy ilyen csomagot, amiben voltak egy-két ilyen apróságok, borotva meg ilyenek. Aztán sajnos hát nem sokára rá meghalt. Hát őt itt kizökkentették ebből az életből, itt elvették mindenét. Itt kellett mindent hagyni, ugye. A emlékeit, a gyerekkorát, a családját, hát egy részét. Volt, akit Kelet-Németországba vittek, és annak, hát sajnos, annak sanyarú sorsa volt ott inkább. Itt mégiscsak azért jobban, jobb anyagiak körülmények között voltak. A 28-as születésűeket besorozták katonának a Leventékbe. Tehát akkor 17 éveseket vitték ki, és akkor ő is kikerült oda, és ott volt Németországba. A nagyapád, a Huber Lőrinc. Aztán később visszaszökött Magyarországra. És akkor hát be is börtönözték, mert elfogták, de aztán végül is valahogyan sikerült kikerülni onnan, és akkor aztán történt az, hogy összekerültünk, mert ő kezdett trombitázni, tanulni, én meg harmonikáztam, és a zongoristánk pedig Pozsonyból lett ide telepítve, tehát onnan meg kitelepítették a magyarokat Magyarországra, Pozsonyból. És ők ide kerültek Budakeszire, ő jó zongorázott, tanult zongorista gyerek volt, és a Mayer György, az pedig hát dobolt a zenekarba. Zenét, hogy mondjam, 1947-ben kezdtem el, kaptam egy harmonikát apámtól, kezdtem gyorsan tanulni rajta, és akkor a Erdőfi féle vendéglőbe kezdtem játszani az öreg svábokkal. Majd Teisz András, Teisz Feri bácsi volt a klarinétos, és Báder, Tóni bácsi volt a szaxofonos, és a Mayer Gyuri dobolt.
így játszottunk az Erdőfi félvendé, ahol most a bölcsőde van. Később jött össze ez a zenekarunk, ugye Duci, a Vitéz József, ugye ide települtek Pozsonyból, mint ő zongorázott, én akkor harmonikáztam, jött a nagyapád trombitázni, meg a Maier Gyuri átjött az öregektől hozzánk dobolni. Így, hogy megalakult a négy tagú zenekarunk. Ducó, így neveztük el, mert a Duciról neveztük el, Ducó zenekar. Na, játszottunk több, először kezdtünk a Faludi féle vendéglőjébe itt fönt. A Erdő utca legelején volt a Faludi vendéglő. Most már nem az. Ott kezdtünk játszani egyszer-kétszer, ilyen bálokat. Aztán a Martin vendéglőbe kezdtünk utána. Felfigyelt ránk Martin Lenci, aki a Martin vendéglőbe volt, mint üzletvezető, fizető pincér. Apja, a Martin Lenci bácsi volt a séf a konyhán. Most akkor előttünk egy ilyen pesti zenekar játszott a vendéglőbe, és azt úgy látszik, megunták, vagy és minket szerződtetett oda. Akkor ott játszottunk szombat, vasárnap. Vasárnap már déli egy órakor kellett játszani, szalonzenét játszottunk, majd este meg tánzenét kellett játszani. Ott játszottunk körülbelül Martinnál két évig nagyjából. Majd Budakeszi Kultúrházban, a régi kultúrházban, még mielőtt ezt építették, régi kultúrházban kezdtünk játszani, közben jött aztán a katonaság, behívta a katonának. A katonaságnál szintén zenekarban játszottam, ott is volt egy zenekarunk. Három évig voltam Zalaegerszegen, mivel a határőrségnél három év volt a szolgálati idő. Hát elég hosszú idő volt, de megvoltam ott is. Nagyon jó érztem magam, jó kis zenekar volt, barátok is voltak, volt egy a kerületparancsnokságnak a titkárnőjével, jóban voltunk, és én megvoltunk. 53-ban. Aztán leszereltem, újra összekerült a banda. Három szakmám volt. Én a zenész, az mindig megvolt a zenész szakmám, de miután az oroszok valahogy kimentek innen, és 45 tájékán, ugye nem lehetett Pestre járni, nagyon nem volt buszjárat, és volt itt egy asztalos mester az utcánkban, azt mondja, gyere ide hozzám, tanult ki az asztalos szakmát, ameddig nem rendeződik a helyzet. El is mentem hozzá, ott voltam két évig, kitanultam az asztalos szakmát. De aztán később a zenével aztán tovább foglalkoztam, majd bekerültem a Ganz villamossági művekbe, mert én elvégeztem egy műszerészi tanulmányokat is a MUM, a Magyar Optikai Művekbe. Még mielőtt bejöttek az oroszok, de azt abba kellett hagyni, mert ugye ott megszűnt minden, aztán elkerültem a Ganzba, ott levizsgáztam, mint elektroműszerész. Elektrolakatos, elektroműszerész szakmában. Aztán onnan még kiemeltek, aztán lettem diszpécser. Közben meg zenéltem. Aztán levizsgáztam rendesen, mint zenész, egy nagy bizottság előtt. Közben tanultam több harmonika művésznél, többeket a Tabányinál is tanultam, meg a Herrer Pál, az is egy nagy harmonika művész volt. Aztán azért, hogy mehessek hivatalosan zenélni, ezért el kellett végezni egy vizsgát, le kellett tenni. Egy tisztagú bizottság volt, két nyitányt kellett eljátszani, megtanulni, tételt kellett húzni, elméleti, gyakorlati, minden, és ott megkaptam az engedélyt. A nevem is alatta az, hogy előadó művész, és a harmonika még oda volt írva, hogy és vizsgát tett, és nyilvános helyen játszhat, illetve dolgozhat, mint zenész. 56-ban nősültem meg először,
Ő török szentmiklósi volt, és itt a Korányi szanatóriumban volt nővér. Elvégezte a nővériskolát, aztán később főnővér lett itt a Korányiba. És abból a házasságból született egy fiam, aki most 53 éves. A feleségem, ez az első feleségem, ez meghalt már több mint 10 éve. Aztán egy 3 éven rá újra megnősültem, a mostani feleségem az még dolgozik. Most is dolgozik jelen pillanatban, és nagyon jó egyetértésben, szeretetben élünk. Már lassan 10 éve. Miután levizsgáztam, akkor közvetítettek ide-oda. A legjobb helyem, amit hát jól emlékszem, az a békeszálloda volt. A Nagykőr utca, ami volt a békeszálloda. Ott voltam 7 évig. Egy 4 tagú zenekarral játszottam ott. És ugye majd a zenész szakszervezetbe írta az országos koncertiroda. Nemzetközi koncertiroda, bocsánat. És az országos szórakoztató zenei központ, azt most eszembe jutott. Az volt a Vilma királyné után, most aztán később más lett a neve. És hát ott volt nekünk, ott voltam, hát volt nekem egy kartotékon bent, és a Nemzetközi koncertirodába is a vizsgáztatás után. Most miután a békeszállóban játszottam, egyszer csak kaptam egy táviratot, mivel még akkor telefonunk nem volt, nagyon kevésnek volt, a koncertirodától, hogy szerződés ügyben keressen föl őket. Bementem, és akkor közölték, hogy volna egy szerződés Japánba, nem bevállalnám másod magammal. Hát mondom, miért kellene Japánba? Azt mondták, mert ott Japánban nyílt egy bécsi jellegű étterem. És tudták, hogy én sok bécsi dalt, meg bécsi jellegű zenét játszom, ezért gondoltak rám, hogy vállaljam el. Hát egy hegedűssel kettesbe kimentünk, aztán el is vállaltam. Hát mondjuk kecsegtető volt, ugye, mert havi 800 dollár volt a fizetés, repülőgép oda-vissza, lakás, vacsora. Hát, meg aztán az érdekesség az, hogy Japán. Először vaciláltam, hogy Japánba, tesz ez szörnyű. Hát, sokan megszólt, hogy bolond vagy, ha nem vállalod el más, azt mondja, nagy pénzeket fizet azért, hogy kimehessen, te meg még fizetést is kapsz. Azt elvállaltam. És így kerültem aztán ki. Kanazawa City, az volt a neve. Az egy 400 ezeres város volt. Tehát Tókióval átelemben a másik oldalon, a japán tenger felől, tengerparton volt ez a Kanazawa City. Az úgy volt a repülőgép, hogy ugye Budapest, Moszkva, Moszkva-Tókió, Tókió-Kanazawa. Elég komplikált volt, borzalmas volt ez a... Hát ez a szovjet gép, amivel akkor az volt, ugye innen Moszkvába repültünk, az volt 2 óra. Onnan egy szintén szovjet géppel, ilyen távolsággéppel Tókióba. Egész éjjel ment a gép Szibéria fölött. És hideg volt a gépen. Már ki, milyen takarókat osztottak ki, be voltunk takarózva. Reggel már világos volt, mikor észrevettem, hogy a gép egy éles kanyar tesz jobbra.
Már akkor megláttam a tengert. Nem sokára le is szálltunk Tókióba. És ott már várta egy impresszárió hölgy, egy japán. Mikor meglátott, jöttem kifelé, azt mondta, Lenci Szán, így rámutatott. Lenci Szán, hogy honnan tudta, nem tudom. Akkor bevitt bennünket, mert ketten voltunk egy ilyen Tókióba, egy ilyen szállodába. Takanava szálloda, az volt a neve. Azt, mert másnap ment egy gép Kanazovába. Azt meg kellett várni. Aztán másnap jött, értünk. Főszálltunk erre a japán gépre. Ez már nem orosz volt, ez már az amerikai Boeing gép volt. Átvittek bennünket, az 500 kilométerre volt Tókiótól. És ott már vártak bennünket. Ott minden, nem is egy hónapban egy szabad napunk volt, minden este kellett játszanunk, 7-től 1-ig. De nem volt megerőltető, egy fél óra zene volt, fél óra szünet. Szóval addig betettek egy lemezt, gépzenét, és akkor nagyon szépen eltett az idő, jó, kedves venni, ez a város, ez egy egyetemi város volt, olyan, mint Németországban a Heidelberg. Na, olyan város volt ez, egy tanárok, meg ilyen nagy neves művészek jártak oda abba az étterembe. Nem bántam meg, az volt a szerencsém, hogy én perfekt voltam majdnem németül, nem teljesen, de majdnem. A kollégám, akivel mentem a hegedűs, az meg perfekt angol volt. Úgyhogy megmutunk, nem rendesen, nem voltunk elveszve. És az üzletvezető ott az étteremben, az meg szintén perfektül tudott németül, de japán volt. Az egy nagyon képzett ember volt, zeneileg is. Kórusba énekelt. Nagyon jól tudott kottából énekelni. Egyszer le is vizsgáztattam, úgyhogy oda tartottam neki egy olyan kottát, amit ő nem ismerhetett, biztos nem hallhatott még, és leénekelte. Tökéletesen. Tehát tökéletesen tudott zeneileg. Ott játszottunk, volt egy zongora az étteremben, én azért tudtam zongorázni is. Azt ez az illető tulajdonos Bécsből hozatott oda egy Bösendorfer zongorát. Képzeld, többe került a szállítás, mint maga az zongora. És ez volt a mániája, hát az nem tudott nagyon más nyelven, csak japánul a főnök. Hát ki tudott egy kicsit gagyogni. Az volt a kívánság, amikor jött, azt mondta nekem, Lenci Szán, please piano play. Kellett neki játszani. Volt neki egy száma, azt tudtam szerencsére, azt mindig eljátszottam neki, és oda hívott még a bárpulthoz, és akkor mindig kellett vele kocintani. Töltött ilyen francia konyakot. Volt egy német tanár. Japán volt, de az egyetemen németet tanított. Azzal nagyon összebarátkoztunk, minden este ott volt majdnem, és volt egy fogorvos, aki szintén összebarátkozott velünk, az is ott volt majdnem mindig. Hát szóval voltak barátok. Ezzel a némettel sokat beszélgettem, és egyszer meg is hívott oda a lakásukra kettőnket, egy ebédre. Ez a német tanár, és hát, hogy mit kívánunk enni? Hát mondom, most már egy pár hónapja csak ilyen japán, ilyen nyimnyámokat ettem, mondom, hát kezdtem lefogyni, mondom, hát valami jó európai. Hát például, mondom, jó bécsi szelet, az nem lenne rossz. Jó, rendben van. Bár eljött értünk kocsival, elvittem, ez nagyon szép kis családi házuk volt ott Kanazavában. Felesége már ott várt talpig díszben, ilyen kiöltöző, mint egy gyésa, kimonóva. Bementünk. Azt mondja nekem van a tanár, hát van egy kis probléma, hát persze németül beszéltünk. Mondom, mi a probléma? Azt mondja, a feleségem nem tudja, hogyan kell csinálni a bécsi szelet. Hát mondom, az nem baj, mondom, van hús, van. Minden, a tojás, minden. Jó. Hát akkor mindjárt megmutatom. Elővette a húst, ki volt téve, ilyen. Mondom, elég vastag húsok voltak. Mondom, valami húsklopfoló kellene. Hát az nincs. Hát akkor talán volt ott egy sör. Na, sörös üveggel szétvertem a húst. Mondtam neki többit, majd ajánlottam, hogy tojás, liszt, prézni, az volt neki.
irántani. Azt meg is csinálta. Miután a felesége kisütötte a rántott húst, hát kihozta a rántott húst, csak úgy, csupaszon, semmi nélkül. Hát mondom, valami köret nincs? Hát köret? Hát rizs. Mondom, hát apámban rizs nincs? Van. Hát persze, hogy van. Ő náluk az volt a szokás, hogy megették a húst, és a rizst utána ették meg, mint egy desszertet. Hát mondom, én kértem a rizst, mellé értettem, és kinevettek, hogy én a rizst összeeszem a hússal. Hát nem mindegy. Jó, jó, elszórakoztunk. Volt neki két gyerekük, két fiatal gyerek volt házaspárnak. Egyik alkalommal Karazzavába vendégszerepelt a Bécsi Filharmonikus Zenekar, és mit ad Isten, oda jöttek vacsorázni az étterembe, ahol mi játszottunk. Hát persze nem az egész, mert sokan voltak, mind nem fért be. Jött velük a német nyelvtanár, mert ő volt a japán vezető és a tolmács. Igen ám, csak hogy a német nyelvtanár nem értette meg az a bécsiek dialektusát. Úgyhogy én voltam a tolmács, a németen, tehát németnek tolmácsoltam osztrákul. Persze az osztrákok másképpen, más dialektus, és ő nem értette meg. Na mindegy, a lényeg az, hogy azért csak megértettük egymást. És ő megbacsoráztak, aztán kezdtünk idogálni, jöttek oda, beszélgettünk. Hát, hogy játszunk együtt. Így is volt. Mindjárt elővették a hegedűket. Voltak többen, akik ott volt a hegedű náluk. Tehát, hogy mit? Hát kotta van, hát nem akad kotta, hát milyen? Hát egy Strauss album, az jó lesz. És akkor mondták, hogy ők már játsszák a felső részét, és az alsó sort meg játszom én, harmonikán. Hát így is volt. Nagyon szépen eljátszogattunk egy jó darabig, jó hangulatban, és akkor legalább elmondhattam, hogy egyszer játszottam a bécsi filharmonikusokkal együtt. Hát Japán után elkerültem itt Budapesten a Kóborló nevű étterembe, az Attila úton volt. Egy nagyon hírneves, nagyon jó menő étterem volt. A csupa művészek jártak oda, meg ismert emberek, többek között a Hidas Frigyes zeneszerző, és oda jó összebarátkoztam vele. Oda járt az Alfonzó. Alfonzóval játszottam is ott. Elkérte a hegedűt a hegedűstől, és játszottunk ketten. Nem bírta megállni a hülyéskedést ott sem. Az nagyon jó hely volt az ottan. Onnan elkerültem. Már akkor 57 éves voltam, azért kerültem el onnan, mert ez egy szerződéses üzlet volt, és nem tudtak, tehát anyagilag hivatalosan nem tudtak pénzt, a zsebből adtak volna, de nekem akkor már kellett a nyugdíj miatt a több pénz. És akkor elkerültem a Vasmacska étterembe Buda Óbudára. Ott voltam egy darabig, onnan pedig a belvárosban, a Rondella étteremben, a régi Posta utcában volt egy Rondella nevű borozó. Oda kerültem másodmagammal, ott voltam két évig. Akkor onnan elkerültem a Váci utcai taverna szállodába. Ott játszottam 6 évig. Volt neki egy sörözője ennek a szállodának. Ott voltam, egyedül játszottam ott mármint szólóba. És azt elfelejtettem mondani, hogy nyugdíjban pedig a Várba játszottam, a Pest-Buda étteremben játszottam, mielőtt nyugdíjaztak 2 évig. Tehát a rendszerváltozáskor mentem el nyugdíjba. Előtte ott voltam 2 évig, és akkor onnan aztán kerültem a taverna szállodába, mármint nyugdíjas. Ott nagyon sokáig ott voltam, jó hely volt, jó haverkodtam mindenkivel, jó barátok voltak minden.
Szóval jártak oda sok külföldi csoportok. És mindig kérdezték, hogy honnan tudom én ezeket a bécsi dolgokat. Mondtam, hogy a nagyszüleim bécsiek voltak. Hát hogy hívták őket? Hát mondom, hogy Vlasics Robert volt a nagyapám. Azt mondja, igen, a bécsi telefonkönyvben legalább 2-3 oldal van Vlasicsokból. Egy jó darabig aztán játszogattam itt-ott, mint nyugdíjas, még itt, most már egy éve nem. Egyelőre úgy van, hogy minden étteremben azt mondják, hogy most nem tudnak alkalmazni, mert nincs vendég, nincs pénz, és így tovább. Szóval döglődik a vendéglátóipar ilyen szempontból. Így aztán nem alkalmazza, nincs hol játszani. Pedig még azért egy héten egyszer-kétszer elmennék muzsikálni, ha volna egy szerződés. Mert még úgy érzem, hogy megvan még az erőm hozzá.